az Aranyéletben, amikor van egy jelenet, amikor össze van verve az arcom, és a második évadban, és akkor jön hozzám át a Mira, ugye a Döbbösi Laura játszotta, és akkor elküldöm. És akkor emlékszem, hogy ott nagyon felkészültem arra a jelenetre, és nagyon rövid volt a jelenet, szóval nagyon pici időm, vagy kevés időm volt arra, hogy ott nagyot mutassak, vagy nagyot játszak. És akkor emlékszem rá, hogy az a jelenet, az, amikor elküldöm, akkor azt annyira megéltem, hogy a Laura elsírta magát, és a bent hátul a tévész, vagy hát a kameraszobába, ugye, ahol nézik a monitort, ott, amikor azt mondták, hogy ennyi, akkor megtapsolták a élő tapsom volt ott a jelenet után, és az egy jó érzés volt nagyon, hogy ők is érezték, hogy most az erős lett ott. Hát már egész gyerekkoromtól kezdve színésznek készültem, és szerettem volna színész lenni, és hát a sulinak a színjátszó szakörében is játszottam, és hát onnan kerültem el aztán valahogy a Harlekinbe, és akkor a Harlekin gyerekszínházba tanultam színészetet, de miután nem vettek fel a színműre, érettség után jelentkeztem, utána úgy gondoltam, hogy akkor hagyjuk ezt az egészet, így komolyabban, és akkor csak ilyen hobbi szinten megmaradt. De aztán pedig váltottam egy nagyot, és akkor utána sok-sok évvel később úgy kerültem vissza a színészetbe, hogy szociális munkásként végeztem, és az az egyesület, ahol dolgoztam, annak a főnöke ismert olyan svájci filmeseket, akik éppen szereplőt kerestek az új filmjükhöz, és hát tudta rólam, a László Flóra volt ez egyébként, és tudta, hogy modellkedek, meg hogy azért néha szoktam így szerepelgetni, és hogy mondta nekem, hogy figyelj, van egy svájci filmes ismerősöm, és hogy filmhez keres szereplőt, hogy nincs kedvem találkozni velük. És akkor így kaptam meg életem első főszerepét, ez a Victoria Zürichi Express, amivel aztán tulajdonképpen berobbantam a szakmába, vagy ez az én diplomám, ez a Victoria című film, és ezzel azért szereztem egy olyan ismertséget így először leginkább a szakmán belül, hogy utána már elhívtak castingokra itthon is. Ugye a castingok során kaptam meg az Aranyéletnek és a Braziloknak is a szerepeit, és hát tulajdonképpen így ebből már így egyik jött a másikból. Eljött az idő, amikor eljött, akkor oda rakta az élet elém a lehetőséget. Én pedig észrevettem, és megragadtam, és mertem vele menni, és mertem vele élni. Ami szerintem megint csak nagyon fontos, hogy volt elég bátorságom hozzá. Úgyhogy abszolút ez jellemző rám, ez az exhibicionizmus teljes mértékben, ami nyilván kell ehhez, persze. Úgyhogy gyerekkorom az teljesen ilyen szabályos, meg ízért, tényleg én olyan rendszerető voltam, mindig kikészítettem előre a másnapi ruhámat szépen így szabályosan, meg nem tudom, tehát hogy én nagyon-nagyon rendszerető, nagyon precíz gyerek voltam. És aztán ez így szétrobbant, és teljesen az ellentéte lettem. Tehát egy punk ilyen voltam, lázadó a kamaszkoromban. Tehát, hogy így minden csak az, nem ami a rendszer. Hát amikor anyámik elváltak, az nekem egy nagyon nagy törés volt, és mivel ez egy nagyon hosszú, nehéz folyamat volt, hogy végre szétmenjenek, ezt nagyon-nagyon megszívtuk mi gyerekek. És nem volt se, egyszerűen nem tudtam figyelni semmire, csak arra, hogy valahogy nyugodt körülmények között legyek. Mert az a család, az a meleg fészek, amiből így el lehet indulni, az megszűnt. És nem volt egy olyan hely, ahol így megnyugodtam volna, és úgy el tudtam volna indulni, hogy akkor én most ezt szeretném, vagy azt, hanem egyszerűen csak az volt, hogy az öcsémet el kell látni, anyunak segíteni kell. Eltörpültek ezek az ambícióim teljesen. Egyszer csak megláttam magamat így felülről, és megundorodtam magamtól, hogy úristen, hát mi ez? Hát azért én ennél több vagyok, úgy érzem, hogy valahogy több van bennem, vagy úgy érzem, hogy sokkal empatikusabb vagyok, sokkal érzékenyebb, sokkal nyitottabb és komplexebb gondolkodásom van annál, hogy most ennyire egyszerűen föladjam. És igen, egyszer csak többnek gondoltam magam annál, hogy most szétesve fetrengjek valami házi buliba. És akkor ez az elhatározás, és aztán utána valahogy az élet is úgy segített nekem ebben. Én vallásos voltam gyerekkoromban, aztán ugye ateista lettem, mert punk voltam. És aztán nagyon sok minden történt velem, és az élet megtanított arra, hogy valami van. A kereszténységben nem hiszek, úgy, hogy van, elítélem a kereszténységet. Most ez igazából, ha a történelmet végignézem, ez mondatja velem, hogy ez így. De
én hiszem, hogy valami van, én energiákban hiszek. Egyébként a vallások közül talán a buddhizmus áll hozzám a legközelebb, már mint a gondolkodásomhoz, hogy minden élőt tisztelni kell, élni és élni hagyni, ezzel nagyon tudok menni. Ez a fajta nyitottság és elfogadás, ez teljesen a lényem, mondhatni. De hogy energiákban hiszek, azt gondolom, hogy a legkisebb alkotó elemünk, ugye részecskék, azok pedig hullámok, rezgések, hullámok, és hogy minden, tehát a rezgések, hullámok összességéből tevődünk össze. És minden, amit csinálunk, amit gondolunk, amit teszünk, az is egy rezgés, egy frekvencia. És hogy ezekre a frekvenciákra lehet gondolni akkor, amikor eszedbe jut valami, és megszólal a rádióban. Gondolsz egy barátodra, és felhív telefonon. Még nem jársz, még állsz a piros lámpánál, de lelépsz is, már akkor piros. Vagy akkor zöld. És hogy ezek ilyen pici dolgok, amiket így minden nap az ember észrevesz, és ezek tényleg létező dolgok, és azt gondolom, hogy valahogy erre lehet hatni, vagy valahogy én ebben hiszek, hogy ez szerintem a tudatosítás. Tehát, hogyha tudnék annyira tudatos lenni, akkor tudnám ezeket irányítani, ezeket a rezgéseket bennem, magamban is, és magam körül is. És abban, hogy a szavaknak van teremtő ereje, mert az is egy rezgés, az is egy hullám. Egy jó szó meggyógyít, egy rossz szó az megölhet. Mennyire tud bántani. Úgyhogy én ilyesmikben hiszek. Szerintem mindenki Isten amúgy, szóval mindenki, ti is azok vagytok. Akit keresünk, az szerintem az te vagy. És akkor itt jön a buddhizmus, hogy szerintem mindenkiben van egy buddha, amit megtalálhat, és mindenki képes mindenre. Bármire. Teremtőek vagytok ti is. Mi teremtők vagyunk. Én ilyen nagyon kis izé vagyok, emocionális, szóval, hogy ilyen bármin el tudom magam sírni, és most valamelyik reggel mentem, a kutyát vittem az erdőbe, és akkor két kisgyerek jött velünk szembe biciklivel, olyan biciklet, ilyen 4-5 évesek lehettek, inkább 4, és a szüleik valahogy jól lemaradva mögöttük jöttek, és jött szembe a két kisgyerek a biciklivel, és akkor a kutyát magam mellé rendel, ilyenkor mindig magam mellé ízem, hogy ne féljenek a gyerekek, vagy nem tudom, és akkor mondtam, hogy gyere mellém, és akkor jött mellettem a Szafi, és ezen annyira meglepődött az egyik kisgyerek, hogy mondtam a kutyámnak, hogy Szafi mellém, és akkor ő egyből jött, és így jött szépen mellettem, hogy így nem figyelt valahogy, vagy így elgondolkozott ezen, és így elcsúszott. És elesett, és akkor én így nagyon megijedtem, hogy úristen, most mi lesz? És a másik kisgyerek, aki szintén ugyanannyi idős lehetett, 4 éves, az így megfordult, és azt mondta, hogy semmi baj, állj föl, gyere, menjünk tovább. És én ezen, tudom, hogy ez nem egy nagy sztori, de én komolyan mondom, ezen én elsírtam magam, hogy úristen, milyen aranyos, és hogy milyen erős, és hogy kedves, és az egész, hogy nem az, hogy jaj, úristen, mi történt, meg akkor még tovább csináljuk a bajt, meg nem tudom, meg semmi, egyszerűen olyan, annyira erős volt ez a kisgyerek, annyira, aj, nem tudom, szóval ez ennyi, én ez nekem elég volt ahhoz, hogy elsírjam magam, azt mondja neki a kisgyerek, semmi baj, állj föl, menjél tovább. 4 éves, érted? Szóval, hogy egy ilyen bölcsességet hallani egy ilyen kisgyerektől, egy ilyen helyzetben, én ezen elsírtam magam, és akkor oda mentem, segítettem neki fölemelni a biciklit, és akkor mondta, hogy nem baj, semmi baj, akkor semmi baj, csak koszos lett a kezem, és akkor mondtam, hogy nem baj, akkor adtam neki zsepit, megtöröltem a kezét, és akkor mentek tovább. És akkor a szüleik megjöttek, így néztek, így vigyorogtak nagyon rám, és akkor mondták, köszönjük szépen. Mondom, én köszönöm, mondom, megcsinálták a napomat a gyerekek. Mondom, olyan, annyira szép volt ez a jelenet. Na, hát ilyenek. Én ilyenektől simán elérzékenyülök. Komolyan mondom, ez nem egy nagy dolog, de olyan, egy ilyen kis megcsillanó valami, így a nagy szürkeségbe, és ezektől én így megőrülök. Most van egy darab, amiben játszom, Adi nem ad ide, az a címe, és Csinszkát játszom benne, aminek nagyon örülök, mert végre egy olyan szerep, ami jó, mondjuk színházban tényleg volt már esélyem arra, hogy bármilyen szerepet eljátszak, de tényleg Csinszkát alakítani, ez nekem nagyon nagy dolog, és ez egy óriási lépés, tehát ahogy mondtam most így a lépéseket, hogy brazilok aranyélet, örök, ezért nem tudom, öröktél, és akkor most a következő az a Csinszka.
hogy tényleg eljátszhattam ezt a nőt, ez valami fantasztikus élmény volt. Na de hogy, és újra ugye átolvastam az összes Adi verset, amiket még gimnáziumban annyira nem érdekelt, mert Adi nekem nehéz volt, vagy így annyira nem József Attila vallásomban mondhatni, tehát hogy így teljesen József Attila fan vagyok, de a Tűz csiholója című versben azt mondja Adi, hogy legkülönbb ember ki bátor, és csak egy különb van, ki bátrabb. Úgyhogy ezzel most én nagyon megyek.